Erkel idején sokkal pattogósabban, gyorsabban, a verbunkos ritmusnak megfelelően játszották a himnuszt, és 100 év alatt lassult le arra a tempóra, ahogy a mi fülünkben cseng. Mi már a Dohnányi Ernő által áthangszerelt verziót ismerjük. Többek között ez is egy olyan érdekesség, amit nem tanítanak az iskolában. Nyári Krisztián író a Babits Mihály Kulturális Központban tartott rendhagyó irodalom óráján több érdekességet is mesélt Magyarország legismertebb költeményének kialakulásáról, himnusszá válásáról. Nekem személy szerint nagyon tetszett, mert az irodalomtanárnőnk mondta, hogy lesz egy ilyen alkalom, és akkor igazából elküldte ide az osztályt, meg még egy pár osztályt az iskolából. Sok érdekességet hallottam, úgyhogy jó, hogy itt lehettem. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 200 éve fejezte be az akkor még egyfajta fohásznak szánt himnusz című alkotását. Az irodalomkutató számos olyan érdekes történetet mesélt el a rendhagyó irodalomórán, ami a fiatalok érdeklődését is felkeltette. Ez nem is himnusznak készült, ez inkább egy imádság. Ahogy szoktuk mondani, hogy a miénk a világ legszomorúbb himnusza, ez azért van, mert nem himnusznak készült. És mégis ezt érzi a legtöbb magyar a sajátjának. Ez az a műalkotás, magyar műalkotás, amit a legtöbben ismerünk. 6 éves kor fölött ebből már minden gyerek tud idézni, felismeri. Hiszen a magyar himnusz nem megrendelésre készült, mint ahogyan a világ többi táján szokás. Ez a költemény saját magának tört utat, és érte el azt, hogy a nép magáinak érezze és kiválassza. Ezt mi választottuk 200 év alatt magunknak, talán ebben ismerjük föl leginkább önmagunkat. Ugye ebben van a szövegére koncentrálunk, van egy kis pesszimizmus, ami állítólag jellemző ránk, van egy kis önfelmentés, mert hát megbűnhődte, de van egy kis szembenézés is a múltunkkal, meg a bűneinkkel, úgyhogy valószínűleg azért választottuk, mert nekünk ez az a himnusz, ami megszólít minket. A rendhagyó előadást közel 200 diák hallgatta végig a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében.